Volodymyr Zelenszky elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy csütörtökön a délkelet-ukrajnai Dnyipróban tett látogatást, ahol katonai vezetőkkel és magas rangú kormányzati tisztségviselőkkel vitatta meg a harctéri helyzetet, valamint a lőszerutánpótlás és a légvédelem megerősítésének kérdését. Az elnök egy videót is megosztott. A bejegyzésben felköszöntötte Valeri Zaluzsnyit, a hadsereg főparancsnokát, valamint Olekszandr Szirszkijt, a szár az földi erők parancsnokát születésnapjuk alkalmából. Mint a videón látható, Zaluzsnynak egy egyedi pisztolyt, Szirszkijnek pedig egy, az ukrán hadsereg ellenállását szimbolizáló festményt adott ajándékba az államfő.